Kolontos kis mese. A világ elejétől innen, a világ végétől túl, az ügy üveghegyek alatt, a nagy erdő mellett, az operáciás tengerpartján volt egy akkora tömérdekház, hogy egy gomba alatt elfért. Abban a házban 120 évig egyfolytában lakott egy fiatal legény. Ez a legény olyan példásan kitanulta az ácsmesterséget, hogy kovács lett belőle, de olyan kiváló varga, hogy nem volt az a szabó, amelyik olyan jó cipőt tudott volna csinálni, mint amilyen csinos görbe fésült ez a kádár esztergába metszett, ha leült a szövőszékéhez. Egyszer ez a legény készített magának egy olyan pár csizmát, hogy még furulyán sem lehetett volna cifrább nótát fújni, mint amilyen bikó kulcs lett abból a malomkőből, ha a vállára terítette, hogy az esőben ki ne melegedjék. Olyan okos ember volt ez a legény, hogyha 20 esztendőben egyszer kiment a ménesbe, csak ránézett a nyájban a sok disznóra, s mindjárt tudta, kinek az ökrét, melyik tyúk ellett.